Sziasztok, üdvözöllek benneteket! Itt vagyok Mádon, a Kalina Kádár manufaktúrában, Kádár műhelyben, és beszélgetek Kalina Gáborral és feleségével, Bodnár Mariannal. Az az apropó, hogy mint ahogy tudjátok, válogatom a hordókat, és nem is olyan régen akadtam rá a Kalina Kádár műhely termékeire. Itt vannak a Tokaj borvidéken, Mádon. Hát ugye ezt a műhelyt 97-8-ban építettük, akkor ugye édesapám is kádár volt, ő évente egy ilyen 80-100-150 darab hordót készített. Én annak a műhelynek az egy 6x4 méteres kis műhely volt. Én azt gondoltam, hogy én annak a dupláját fogom megépíteni, az volt a terv, hogy egy ilyen évi 250-300 darab hódot fogunk készíteni, hogy akkor az majd jó lesz. Most ez nagyjából jó is volt, olyan 97-től mondjuk 2010-11-ig, és onnantól kezdve már ott akkor nem évi 300, hanem ilyen évi 1000-1200 darab hódot gyártottunk. Wow. És itt megvettük körbe az összes üres ingatlant, és mindenhol dongál. Tehát majd átmegyünk már, és ott lehet látni, hogy ott milyen készlettel gazdálkodunk, majd dolgozunk. És akkor hát rá kellett időközben jönni, hogy ez már alkalmatlan minden nemű professzionális hódot gyártásra. Valóban 300 hódot egy profin el lehet készíteni. De nem arra felé halad a cég, hogy csak 300 darab hódot fogunk készíteni, sokkal többet, és akkor váltani kellett, és váltottunk. Nagyon szerencsénk volt, tudtunk venni úgy egy olyan ipari ingatlant, ami minden igényünket kielégíti, de hát majd ezt ott nem tudtam, hogy ez milyen. A hódónak három átmérője van. Van ugye a két vége, ugye a fenekerész, azok egyformák, és ahhoz, hogy a különböző szélességű dongák arányaiban egyformán hajoljanak, ilyen stészoló múrlit alkalmazunk hozzá. És stészoló múrlit, még egyszer is adát? Stészoló múrlit. Kegyetlen. Ezek ám a szavak. Tudod, hogyha így felülről ránézünk, akkor erről a vonalról, mondjuk ugye már olyan a szemem, hogy ilyen vonalfelekről szoktam dolgozni, tehát innen indul, ide fog kijönni, és ugyanoda kell, hogy visszaérkezzen majd. Hát ott a hasa, és akkor ott a vége. Aha. És akkor így lesz a hordónak szabályosan egyforma a két vége, és akkor a hasába arányosan fogunk majd hajolni. Hogy a hordónak a belsőjében megvan az úgynevezett ontra, vagy más néven csin, de a gyerek a csintevő, tehát ezt ontrának hívják a németek. És ugye ezt a kört, ezt hatszögesítjük, ugye a tár ezt éte, és hogyha megtaláld a hat egyenlő része, elhozod a körnek a kerületét, akkor megvan a körsugara. És ott egy jó kis 5500 forintos. Igen, hát kell a jó kis fröccs, nem így nyáron? Kell. Azt mondják, jó hangon van. Nagyon jó hangod van, Gábor. Tehát egy ilyen körkászlikba 100 hordóra való anyag van bepakolva. 100 hordónyi? Igen. Azt a rohadt. 10 körméter dongát rakunk egy ilyenbe, mondjuk ebbe épp nem, de ne szóljon senkinek se szemet. A két vége ugye ez természetesen le van súlyozva és árnyékolva, de a palást felületét az teljesen átjárja a levegő, és akkor ez így szárad majd 3 éven keresztül. Woman.
Tehát a tölgyfának a sűrűsége azon múlik, hogyha van csapadékosabb év, akkor van ideje nőni, van lehetőség, és akkor nagyobb évgyűrűt növeszt. Hogyha nagyon száraz egymás után az év, akkor csak nagyon kevéskét. Hát egyszerűen nincs miből növekednie, és azért nagyon sűrű lesz. Hát látod például itt is, ez a 15-20 év asszály volt, utána volt 1-2-3-4-5 év ez a rész, amikor itt sűrűbb volt, utána megint egy kicsit ritkább, aztán még ritkább, aztán megint több eső esett, itt megint még kevesebb eső esett. Hát ugye az Zempléni hegység az egy ilyen 100%-ban vulkán eredetű hegység, ugye a vulkáni tevékenység során nem csak kőzetek, hanem ércek is jöttek fölfele a vulkánból, hát ez a magában a hegységben is szervesen megtalálható. Az ezen növő fának a csapadék, az éves csapadékmennyiség eloszlása, a klímája és a magának a fának a növekedési dinamikája, ez tulajdonképpen együtt él magával, a környezettel és a talajjal, és az a talajból kioldódó ásványanyagokat, azokat beépíti magába a fa, az magába a szerkezetébe, és a borászkodás során a bor, a benne levő alkohol és savak ezeket az anyagokat kioldják, kvázi beépülnek tovább a bor szerkezetében. Szóval viszonylag lassú a növekedési dinamikája, tehát másod egy ilyen, mondjuk Zalábosomolyban a tölgyvágás életség egy ilyen 80-100 év, nálunk inkább ilyen, azt mondom átlagosan ilyen 120 év, de például Kisután, az úgynevezett Somhegy Gilevár erdőrészből, például nem ritka a 270 éves erdőrész, mert ott a fa, ezt a mellmagasságba, ezt a 40-44 centis átmérő, ez körülbelül ennyi idő alatt éli át. Tehát, igen. Tehát azt elmondhatjuk, hogy akkor itt, ami hordó készül, nagyjából ilyen 200 vagy 120 éves 120 pluszosak ezek a fák, igen. Illetve a bor a gyakorolt hatása nagyon-nagyon finom, elegáns fűszereket ad a bornak. Tehát nagyon szépen érlelődik a mikrooxidáció, nagyon finom benne, épp amiatt, hogy nagyon sűrűk a szövete a fának, és ilyen nagyon-nagyon elegáns jegyek jelennek meg a bornak. Igen. Nagyon, nagyon érdekelt, és szeretem mindig az ilyen kicsit újdonságot hozó embereket, akik kicsit szembe mennek a megszokottal, az árral, és bárhol olvasok anyagokat arról, hogy milyen hordókat választunk a borokhoz. Mindenhol azt írják, tehát tényleg mindenhol, hogy ilyen gyenge, rövid ideig égetett barik hordókat alkalmaznak tulajdonképpen a fehér borokhoz. Na most, mikor veled beszéltem, te voltál az első, aki azt mondta, hogy te közepeset és akár még e fölötti pörkölést javasolsz a fehérhez, főleg Somlóhoz, és ez így egyből felcsillant a szemem, hogy ez annyira más, mint amit ugye az ipar, meg ugye a világ mond, hogy erről így mesél egy pár mondat, ahogy beszélgettünk, azért ez nem egy kis úttörő út volt, mire ideig eljutottatok. Nem, hát ez egy nagyon kőkemény csatáknak a, talán nem azt mondom, hogy eredményessége, mert tulajdonképpen nagyon sokszor feladtuk a csatát, hát olyan értelem, hogy elmentünk más piacokról, ahol ezt jobban tolerálták és elfogadták, és egyébként nagyon sokkal nagyobb hagyománya van az új hordó használatnak. Igen. Mondhatok egészen visszamenni a Kályháig. Igen. Tehát azért gondolom, hogy érdemes visszamenni a Kályháig, mert a Gábornak az édesapja, ő tényleg gyártott hordókat. És soha nem volt arról kérdés, hogy milyen a pörkölése. Tehát egyszerűen ott volt a tűz is, nem voltak ilyen variációk. Tehát amikor ezeket először meghallotta a Gábor, hát ugyancsak vakart a fejét, hogy mi akar ez lenni, hogy ennek mi az értelme. És arra jöttünk rá, hogy tulajdonképpen az az értelme, hogy addig, amíg Magyarországon szocializmus volt, a franciáknál nem volt, és ők nekik ezt el kellett tudni adni, és ahhoz, hogy ők piacot tudjanak csinálni, azt kellett kitalálniuk, hogy jó, van egy hordó, jó, de akkor milyen hordó van még, mert nekem van 6 féle, meg 10 féle szűrőfaj, nem, és akkor jó, hát akkor csinál, mi tudunk változtatni? Hát akkor változtassunk a fa vastagságán, vagy az, hogy hogyan tüzeljük, és akkor így alakultak ki ez a light, medium plus és heavy, tehát alapvetően ezek már azóta vannak medium long, meg sokféle
Én mondhatnám azt, hogy agyrém, mert valahol, abból, hogy ha kiindulunk, hogy abban az édesapja, hogy csinált egyféle húzat, és annak az volt a funkciója, hogy tartsa meg a bort, és azzal szállították a bort. Tehát ez egy nyilván változtak az igények, teljesen változott a piac, kinyílt a íz, és akkor jöttek azok a félrehallások, hogy húha, lájtos a húrnak, hogy nagyon finom, lájtos bor lesz benne, és ugye pont az ellenkezője, mert annál kevésbé égetjük el a fában lévő savakat. És egyszerűen nagyon-nagyon savas, és épp az az érdekes, hogy nagyon erős hordójellege lesz, mivel hogy fölveszik közvetlenül a hordót a bor. És ez a logikus, én azt gondolom. Igen, ez egy ilyen fordított gondolkodás, de nagyon izgalmas ezt így hallani. Tehát nekem ugyanolyan hordó kell, mint 2 évvel ezelőtt. És akkor tudod, hogy fogja az ember a fejét, tehát ez egyszerűen ez agyrém, mert a mi életünkben egy adott területről mi csak egyszer használunk törzsfát. Tehát amit mi kivágnak, amit ott azt letermelnek, a legközelebbi erdő használat, ami részünkre szól, mondjuk egy törzskiválasztó gyérítés, az majd 100 éves korában lesz, de akkor is még csak ezek a 30 centis átmérő törzsfák lesznek, majd 100 éven, de nagy valószínűséggel nagyon szeretném egészségben megélni, de nem fogom. Tehát bármennyire is szeretném, nem fogom. És akkor hogyan tudjuk azt elérni, amikor, tehát itt az itteni borászok is végeztek különböző talajtani kutató munkát, akkor megállapították azt, hogy 1 hektáron fúrtak ilyen 30-40 próbafúrást, és kiderült, hogy nincs egységes eredmény. Tehát ahányan fúrtak, annyiféle, annyira változatos volt az egész. Most képzeld el, hogy egy borász az egy szőlőben ilyen, amikor 1 hektáron, mondjuk képződik 120 éves korában az erdőben egy ilyen 350 köbméter bruttó fa tömeg, de benne van a tűzifa is, meg a gaj, minden. Ebből mi elhozunk mondjuk egy ilyen 35-40 köbméter, mert annyi a dongarang. És akkor képzeld el, hogy a 30 köbméterből, 35 köbméterből készül 100 darab hordó. De az egyszer és megismételhetetlen. És akkor az, amikor eljutunk oda, hogy mégis ezt a nyugaton hogy csinálják, akkor rá kell jönnünk arra, hogy ott igen, ott 300 éve egyfolytában kapitalizmus van, ott megvannak azok a gyártási technológiák és műhely titkok, amiket sajnos mi soha nem fogunk megszerezni. Nem azért, mert mi nem tudnánk ezt alkalmazni, hanem egyszerűen azért nem, mert ennek a 99%-a mese. Van égetés és égetés közötti különbség. Van fa és fa közötti különbség. Van fa szárítás és szárítás közötti különbség. De azt hozzáteszem, hogy a holdó sem egy varázscilinder, tehát egy szarapananyagból picit tud rajta javítani, de tud megváltani a világot, igen, nem tudja. Másik meg az, hogy minden borásznak le kellene kicsit ülni, és akkor venni innen 2-t, onnan 3-at, és akkor elkezdeni nagyjából egy ilyen 40-50 év alatt kialakítani egy bor stílust, egy bor készítési technológiát. Az, hogy valaki időn és nem mondja, hogy neked ez kell, hát ez a mesébe ezt elhiszem. De valójában önmagában ez a piacon, meg a te filozófiád, ez nem biztos, hogy beépíthető, meg hogy ez nem működik. De az a... most egy kezdve összeállni a kép. Összefoglalva akkor, hogyha te vásárolsz egy jó alapanyagot, igen, nyilván megvan a technológiát hozzá, és megcsináljátok jó minőségben a terméket. Összességében azt nem lehet garantálni, hogy mondjuk minden évben ugyanazt a fix ilyen, néhány ilyen karakteres ízt, akkor megkapja a bor, ha jól értem. Azt lehet, mondjuk azt, de azért szerintem, hogyha ugyanaz a termetőd, nyilván évredatoktól is függ, hogy milyen az adott évredatban az idő, meg a szőlő, a termés. Nagyjából szerintem karakterisztikájában hasonlót azért tud ez a faj nyújtani. Igen, tehát kóstolgatjuk a hordóinkat, elmegyünk borászatokhoz, és akkor megnézzük, hogy más hordógyártókéhoz képest a miénk milyen, és vannak azért olyan jegyek, amik úgy felismerhetőek. Nem feltétlenül, mert egy vak tesztnél volt, hogy én is azt mondtam volna a mi hordónkra, hogy az a mi hordónk is, közben az a másiké volt, és tehát nagyon-nagyon nagy kavarka van, tehát a vak teszt az, ami igazán döntött, igen. Ami a miénkre igazániból jellemző, tehát ugye az alacsonyabb a mikrooxidációja, vagy azt mondom, hogy viszonylag alacsonyabb a mikrooxidáció, az elegáns ízek, illatok jelennek meg zömében, ezek a száraz fűszerek, tehát ilyen kamilla,
a szalaggyümölcsöknek az illatai. Igen. Ehhez ezek akkor a bors, citromfű, tehát ezeknek a... Tehát én kifinomult, és nem az van, hogy csokoládé meg van ülje. Nem, ezeket a keserű csokoládé, konyakmegy illatokat mi nem tudjuk hozni. Mikor én is hordókat akartam venni, és így telefonálgattam, hogy egyáltalán kik vannak jó kádárok, és nézegettem ilyen statisztikákat, kimutatásokat, és amikor veletek beszéltem, akkor megmaradt a fejembe, hogy te abszolút a bor oldalról közéted meg. Más helyeken annyira nem kóstolják le a hordókban érlelt borokat, inkább csak a mesterség oldalról közelítik meg, és ez szerintem egy elég egyedi dolog, hogy ti elmentek utána az ügyfeleitekhez, csináltok kóstolókat, megnézitek, hogy mit kéne változtatni, és ez egy elég izgalmas dolog így. Figyelj, mi abból élünk, hogy a borász eladja a hordót, vagy a borász eladja a bort. Tehát nekünk lételemünk, hogy a borász sikeres legyen, mert ha a borász nem sikeres, akkor nem tud új hordót venni, tehát ami abszolút ugyanaz az érdekünk. Nagy sikere felé nézünk, úgy érzem. Nem tehetjük azt meg, hogy nem számít, mert nincs külföldi anyavállalat, aki majd a hónunk alá nyúl és valahogy megoldódik, hogy kisegít, vagy gyerek betolnak még egy pár milliócskát, és akkor meg van. Nem, nekünk, tehát azt már nagyon a kezdetén látni kellett, hogy a borásznak kell valamire sikeres lennie. Az egy másik kérdés, hogy a mi kommunikációnak egy szerves része kell, hogy az legyen, hogy a borász folyamatosan tudja azt, hogy igen, ezt a sikereket együtt értük el. De első körben neki kell sikeresnek lennie. Elnézett, hogy a cselsav oldási pontja az ilyen 60 fok körüli. A cselsavnak a forráspontja, amikor már elhagynál fát, az 180 fok. Tehát ahhoz, hogy a cselsavat, tehát egy lágyos oldó, az 180 fokos. De a fán kurva rossz hővezető, ha belőle mondjuk 200... Szeretem a nyersen. Nagyon rossz hővezető. Tehát a fának, amikor húzzuk össze a hordót, hajlítjuk meg, mondjuk a belső felülete egy ilyen 180 fokos, a külseje még mindig csak egy ilyen 60-70 fokos. Mert amikor meg van hajlítva, ugye ez még csak a hajlítási fázisnak, hol tesszük kimelegíteni, és a lájtos oldalra azt mondják, hogy 180 fokon kell tartani. De a cselsav az nem távozik el bőle. Megolvad, de nem föl ki. Egy 240 fokon tartjuk a hordót mi, és ugye ahogy mész kifele, a hőmérséklet egyre jobban csökken, és tudni kell azt, hogy a bor átlagosan egy ilyen 6-7 mm mélységig belemegy a fába. Tehát, hogyha a belső felületed neked 180 fokos, akkor egy 30 mm széles vagy vastagságú dongánál van a külseje mondjuk egy ilyen 70 fokos, igen. Tehát ez a milliméterenként ki tudod számolni, mennyit csökken a hőmérséklet. Tehát egy 5 mm alatt már nem 180 fokon vagy, hanem 150-160 fokon vagy. Tehát már ott a cselsav még köszöni szépen, de elmegy. És amit mi alkalmazunk, hogy ilyen 240-270, tehát rendgyulladásig elviszük a fát, rendesen lehet látni, hogy a donga végén egyszer csak egy idő után mindenki azt hiszi, hogy víz, de már nincs benne víz, mert az már 100 fokon elpároló, amikor már olyan vákum van a hordóban, hogy már szívja befele, az visszaszívja a füstöt, akkor egyszer csak a végén elkezd megjelni ilyen pici buborékok, gyakorlatilag mi kiégetjük, kisütjük belőle a cselsavat. A cselsav egyébként az önmagában nem egy káros anyag, mert jól lehet karamellizálni. És a fában levő cukrokat és a cselsavat a szépen elkaramellizál, na akkor jönnek ezek az elegáns, letisztult bor, tehát nem, a hordó nem telepszik rá a borra, tehát nagyon fontos az, hogy ne hordót kóstoljunk, bort kóstoljunk. És ezért van az, hogy igenis a hordót az faszikán kőkeményen meg kell pirítani, el kell égetni benne a cselsavat. Adni kell neki. Adni kell.